A 2020-as évre 6,5 milliárd forintos költségvetéssel számolt Nyírbátor önkormányzata. Több európai uniós forrásból elindított program mellett saját erős beruházások is folyamatban vannak a városban, amelyek többek között a város üzemeltetés modernizálását és a technológiai fejlesztést szolgálják. Ezek közül néhányat át kellett ütemezni, mivel a járvány miatt a tervezetnél mintegy 600 millió forinttal kevesebb pénzből tudott gazdálkodni a város. A legjelentősebb beruházásunk az ipari park fejlesztésében valósul meg. Itt egy buszpályaudvar épülés, egy összekötő út építése van folyamatban. A kerékpárút hálózat bővítésére nyertünk különböző pályázati projekteket. Ezeknek egy része lezárult, egy része szintén még folyamatban vannak. Tehát elsősorban közlekedés, az infrastruktúrához kapcsolódó fejlesztések valósultak meg. Saját erős beruházásoknál nyilván a csapadékvíz hálózat korszerűsítése, a járdaépítés az, ami nálunk folyamatos. Ezeket sajnos át kellett ütemezni. És olyan eszközök beszerzését, amelyek gyakorlatilag a város tisztasága, a város üzemeltetése szempontjából nyújtottak volna egy magasabb komfortfokozatot. Nyilván több minden más is változott, hiszen a kulturális programokat át kellett szervezni, ezeket le kellett mondani nagyon nagy részét, és rengeteg olyan programunk nem valósult meg ebben az évben, amit szerettünk volna, és nyilván ezeket is át kell pakolnunk a következő évekre. A nyírbátori nagyfoglalkoztatókat nem érintette negatívan a járvány, sőt vannak olyan cégek, amelyek termékei iránt megnőtt a kereslet, így a városban nem szűntek meg munkahelyek. Miután Nyírbátorban közel 200 településről járnak dolgozni az emberek, hogy a város működőképességét és a vállalatok működőképességét együttműködve a cégekkel folyamatosan biztosítani tudjunk. Ezért folyamatosan egyeztettünk abban a tekintetben, hogy milyen járványügyi intézkedéseket tudunk a kormányzati döntéseken túl megvalósítani annak érdekében, hogy a lakosokat, a dolgozókat, az embereket meg tudjuk a lehető legnagyobb mértékben védeni, minél kevesebb legyen a beteg ember. Ez ugye fontos a város működése szempontjából, hiszen rengeteg szolgáltatást nyújtunk az embereknek, és hát fontos a cégek részéről, hiszen a mindennapi kenyerüket, a jövedelmüket innen szerzik. Azt el kell, hogy mondjam, hogy szerencsés helyzetben voltunk, hiszen a járvány okozta helyzet miatt a nyírbátori cégeknek nem esett vissza a piaca, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy adott esetben még több lett megrendelésük is volt. Tehát a piac oldaláról a cégek tudtak működni, és az elmúlt időszakokban azt tapasztaltuk, hogy a járvány okozta problémák sem nehezítették olyan mértékben a cégek működését, hogy az embereket el kellett volna bocsájtani. És ez összességében azt jelenti, hogy ilyen szempontból a gazdaság is Nyírbátorban jól át tudta vészelni ezt a járványidőszakot. A legnagyobb saját erős beruházás a bérlakás építési program, amelynek első üteme mintegy 1 milliárd forintból valósult meg. Ez befejeződött, ennek a műszaki átadása megtörtént, decemberben költöznek az első lakók, úgy számolunk az igényekből, hogy fel tudjuk tölteni a bérlakásokat, és nagyon sok család már azt tervezi, hogy akár az ünnepeket is ott fogja tölteni, és most a következő lépés az, hogy nyilván ezt folytatni szeretnénk, hiszen az a terület, ahol ezt a 71 bérlakást megépítettük, ott mi több száz bérlakásban gondolkodunk, hiszen ha egy városban nő a gazdaság, akkor nagyon fontos, hogy a fiatalokat helyben tudjuk tartani, és ennek egyik kulcskérdés a lakhatás támogatás, ezért is például azt a támogatást, amit erre az évre a képviselőtestület döntött, hogy az első lakáshoz jutókat visszanemtérítendő több százezer forintos támogatásban részesítjük, ezt a járvány ideje alatt is megtartottuk. Az ilyen típusú családtámogatási dolgainkat, támogatásainkat, ezeket nem szerettük volna beszüntetni, és ehhez a forrást sikerült is megteremtenünk ebben az évben. Jövőre 5,5 milliárd forintos költségvetéssel számol a nyírbátori önkormányzat. A polgármester elmondása szerint takarékos gazdálkodással, a fejlesztések mellett továbbra is biztosítani szeretnék a támogatásokat, ösztöndíjprogramokat a városban élők számára.